Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből a 139. rész első 6 versét. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Az imádság gyógyító erejéről, a szeretet kapcsolatról, az Úristennel való szeretet kapcsolatról szól többek között ez a Zsoltár. A hívő ember életére hatással van az imádság, imádságainkra pedig hatással van temperamentumunk, lelki állapotunk, körülményeink, de még a testi állapotunk is. Az imádság pedig nem csak a hitéletünkre nézve jelent áldást, hanem testi, lelki állapotunkra is. Az imádságnak lélekgyógyító ereje van. Az egészséges imádság az Istennel való együttlét utáni vágyból fakad, amit ő ültetett el a szívünkben, mert mindig ő a kezdeményező, ő előbb szeretett bennünket, és a mi imádságaink válaszok az ő csodálatos tetteire. Gyakran előfordul, hogy első találkozásunk Istennel valamilyen sürgő segélykérésben ölt formát, például próbatétel, testi-lelki betegség, szenvedés, veszteség, gyász miatt fordulunk hozzá. Aztán ráébredünk, hogy ez csak az imádság kezdete, egy szelete, tovább fejlődhet az ima életünk, mélyülhet, megjelenhet benne a dicsőítés, a hálaadás, a bűnvallás és a másokért való könyörgés is. Az élet értelmetlenségére és a reménytelenségre a megoldás gazdagító, jelentőségteljes kapcsolatokban található meg. A gyógyulás legfőbb eszköze a másokkal való találkozás, egy igazi kapcsolat kialakítása. Azt mondja az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie. Igen, teremtünk úgy alkotott meg, hogy alapvető szükségletünk a kapcsolatteremtés. Nem tudunk kapcsolatok nélkül létezni. Örök idők óta titokzatos, a Szent Háromság bensőséges és harmonikus közössége. Az ember pedig Isten képmásaként kapcsolatra lett teremtve vele és egymással. Imádság során kikristályosodnak létünk alapjai, az élet igazi értelme, helyünk és küldetésünk. Szabad és folyamatos párbeszédet folytathatunk teremtőnkkel bensőséges közösségben. Az imádság által megízleljük az élő víz ízét, mely lelki szomjúságunk egyedüli megelégítője. Az Isten alakú űr csak is az Úrral tölthető be, ebben pedig az imádságnak rendkívüli fontos szerepe van. Éljünk vele. Amen.